Most kieleztük a figyelmet a krónikus stresszre, de jól gondolom, hogy ugyanezekre az anyagokra akkor is szükség van, ha éppen nyugodt időszakunkat éljük. Persze, mert azt csak hisszük, hogy nyugodt időszakunk van. Nagyon sokan érkeztek úgy hozzám, hogy ó, nekik nincsen semmi baj, nincsen semmi panasz, és attól függően azért fülön csíphető itt-ott egy-két olyan működés, egy kis energia eltolódás, ami azért figyelemfelkeltő. Úgyhogy a mindennapok részévé lehet tenni akkor is, amikor hála a jó égnek nincsen semmi probléma, úgy gondoljuk, hogy egészségesek vagyunk, esetleg úgy is érezzük, szükség van. Tehát egy olyan környezetet alakítottunk ki jelen pillanatban bárki, aki mondjuk nem vidéken él, egy csodálatos farmon, és nem tudja saját magának megtermelni, ugye ők vannak olyan szerencsés, ideális helyzetben, hogy ők az tényleg nagyon sok tápanyag hiányban nem szenvednek. De azok, akik nem tudjuk ezt az életvitelt megengedni magunknak, mert városba lakunk, vagy itt-ott amott lakunk, simán meg tudjuk tenni azt, hogy ezeket a hétköznapokba beillesztjük, és ezek beilleszthető dolgok, jó? Tehát ez még nem követel akkora plusz energiát az ember részéről, hogy nagyon figyelmeztetni kellene magát. Meg kell vásárolni, el kell készíteni belőle az innivalót, vagy ki kell porciózni magunknak, és szépen, amikor az eszünkbe jut, beállítjuk a telefont, vagy bármi millió trükk van rá, szépen elkezdjük ezt adagolni a szervezetünknek, és akkor egy egészségtudatos életmódot tudunk magunknak kialakítani.